Varga Géza autodidakta alkotó volt, aki kezdetben festett és grafikákat készített, majd 1975-76 körül kezdett el plasztikával foglalkozni. Eleinte mintázott, majd áttért a fafaragásra. A Gézának nagyon sok rajza van itt, javarészt már látom a műhelyében, meg több kiállításon, ahol együtt kiállítottunk, meg olyan rajzok is vannak, még a szobrok, jó rész, két szobó van, amit nem láttam eddig, de többit ismerem. Szóval nekem találkozás a régi barátommal igazán. Gézával nagyon sokszor dolgoztunk, itthon, még külföldön, különböző országokban, Afrikában, meg Finországban, meg Svédországban, meg Franciaországban nagyon sokszor együtt voltunk, és nagyon jó ember volt, és nagyon jó barát. A rendkívül komoly művésznek tekintem, és sajnos nem annyira felkapott valahogyan, kicsit el van felejtve, ami szerintem tragikus, mert tényleg nagyon fontos művész a magyar művészetben is, szóval nagyon fontos helye kéne lennie, de ne, valahogy nem tudom, ez a, lehet, hogy csak kiment a divatból egy kicsit ez a fáskör szobrászat. Az én hallgatóim körében nagyon népszerű újra, szóval van remény. A mély gondolatokat átadó gazdag anyag a természetből merített ihleteiből született meg. Nagyon foglalkozott a természettel, szóval és nem az a természet, ami igazán azonnal látható, szóval nem tájképeket festett, vagy ilyen, szóval nem ilyen realista ilyen hozzáállás volt hozzá, de nagyon használta a csontvázakat, a halakat, olyan formákat, a fáknak a növekedése, a villámlás, szóval van olyan villámcsapások itt a falon, hogy nagyon sok esetben az emberi arcot, csak maszk formában ugye, jelenek meg ezeken a rajzokon. A dombovári születésű szobrász Varga Géza első egyéni kiállítását 1983-ban rendezték meg Budapesten a Fiatal Művészek Klubjában, valamint a Vas utcai szoborkertben. A dombovári emlékkiállítás pedig a Majoros Galériában november 19-ig látogatható.